A nézőpont intézet szerint a decemberi politikai események nem befolyásolták a kormánypártok népszerűségét. A Fidesz-KDNP támogatottsága változatlan, a biztos szavazók körében 54%. A felmérés szerint az új év vesztese a jobbik 250 ezer szavazót veszítette a párt. Közben erősödik a mi hazánk mozgalom. A felmérés szerint egy most vasárnapi országgyűlési választáson 3%-ot szereznének. Jönnek a részletek borna. Köszönöm szépen, Volner János, országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kívánok! Mindjárt mutatunk egy táblázatot a legutóbbi közvélemény kutatások kapcsán, amiben a Mi Hazánk Mozgalom gyakorlatilag 3% meghaladó támogatottságot mutat. Honnan ö, szerzik a támogatókat? A Volt ö, pártjából, vagy más máshonnan? Össze szeretném hívni először is arra a figyelmet, hogy bár csak tavaly ősszel lett a mi hazánk mozgalom megalapítva, 3% rendkívül szép eredménye néhány hónapos múltra visszatekintő pártól. Láthatóan a jobbik szavazótáborra vándorol át hozzánk, rendkívül nagy a szavazótáboron belüli csalódás azért, mert beigazolódtak a tavaly októberben elmondott szavaim, és most már mindenki számára nyilvánvalóvá vált hogy a jobbik összefogott a baloldallal, összefogott Gyurcsány Ferencékkel, és közösen próbálnak a hatalom közelébe kerülni. Közben ez Köszönöm, nagyon kedves, fontosnak... nézők, bocsásson meg, képviselő úr, itt a háttérben már látják ezt a bizonyos közvélemény kutatást. Ez azt jelenti, hogy önök ráfordultak az európai parlamenti választásokra és az önkormányzati választásokra is? Természetesen foglalkozunk ezzel, intenzíven foglalkoztat minket ez a kérdés. A jobbik egyébként rendkívül érzékeny veszteséget szenvedett el, hiszen gondoljon bele a polgármestereinek az öme ott hagyta a pártot, nem tudott azonosulni azzal a baloldali fordulattal, ami most végbe ment a párton belül. A többségük egyébként átjött hozzánk, a mi hazánk mozgalom sorait erősíti most már. Az értelmiségi holdudvar jelentős része, azok az emberek, akiket én a jobbik értelmiségi holdudvarából miniszteri szerepre alkalmasnak gondoltam, szintén átjött hozzánk a mi hazánk mozgalomba, a tagság kiürült, most pedig láthatóan egy rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a baloldallal összefogni az egy nem egy jó, mert... A Mi Hazánk Mozgalom vezetője, Torockai úr azt mondta a minap, hogy a mozgalom célja, hogy az európai civilizációt, az észak-európai civilizációt megőrizzék és erősítsék. Mit kell pontosan ez alatt érteni? természetesen azt, hogy azt az európai kultúrkört, amely egy elképesztően erős és pozitív hatást gyakorolt az egész világra, ezt szeretnénk megvédeni, és nálunk nem fordulhat elő, mint amit most önök a Jobbiknál látnak. Gondoljon bele, a Jobbiknál vonagából idejében még kínosan ügyeltek arra, hogy nemzeti színű zászlók legyenek a pártvezetők mögött, amikor egy nagy hatású beszédet mondanak. Ha most megnézi, a Jobbiknál a baloldali fordulat óta ez már nem is fér bele, száműzték a nemzeti színű zászló sort a szónokok mögül, Gyöngyösi Márton is úgy mondta el a maga beszédét, hogy nem fér bele már a magyar nemzeti színű zászlók használata se. Kicsit olyan ez, mint amikor talán emlékszik arra a jelenetre, Angela Merkel, Németország vezető politikusa ingerült mozdulatta, kitépte a német kisgyerek kezéből a nemzeti színű zászlójukat, hogy ne lengesse, ugyanis ez Németországban egyes liberális politikusok szerint sértheti mások érzékenységét, sajnos a jobbik is idáig jutott. A mi hazánk mozgalomnál pedig azt látjuk, hogy míg Dúró az erdélyi magyar oktatásért száll harcba és látogat el Erdélybe, és igyekszik a románokat rávenni arra, hogy a magyarok jogait tartsák tiszteletben, a közben a jobbik nem a magyar emberekért agódik, hanem a CEU-ért fogalmaz meg kiáltványokat és a CEU-ért szálsíkra. Kunalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője, valamint Karácsony Gergely Zugló polgármester, aki a párbeszéd színeiben politizál most azt mondták, hogy a jobbik most már vállalható, mert a szélsőséges elemek eltávoztak a párból. Önökre gondoltak? Én nem tudom, de hogyha megkérdezhetném Karácsony Gergelyt arról, hogy vajon kit tart nácinak, Schneider Tamást a karlengetős esküvőjével és a skinhead múltjával, vagy mondjuk dúródórát, én nagyon kíváncsi lennék az ő válaszára. Szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy elvtelen alkuk egész sora köttetett a jobbik és a baloldal között, egy elvtelen összefogás jött létre, és most elnézést kérek a kifejezésért, de aki a pénzért bárkivel összefekszik, azt a magyar emberek úgy hívják, hogy prostituált, szándékosan nem használok erősebb kifejezést. A magyar politikai élet prostituáltjai jelenleg azok, akik a saját elveiket félretéve, a pénzért és a hatalomért egymással összefogva próbálnak különböző kormányzati szerepbe kerülni, vagy különböző települések élére kerülni, még egyszer mondom, a pénzért és a hatalomért kifejezetten. Azok pedig, akik őket futtatják, úgy hívják, hogy Bal liberális sajtó, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy létrejött egy elképesztő elvtelen összefogás, mi soha nem gondoltuk volna annak idején, amikor a Jobbikot nemzeti pártként elkezdtük építeni, hogy egyszer az lesz a vége, hogy azokkal fog majd össze a Jobbik, akik ellenében létrejött, itt konkrétan Gyurcsány Ferencre, a szocialistákra, a liberálisokra gondolok, hadd hívjam föl az ön figyelmét is arra, hogy a baloldali és liberális pártok Európa szerte bevándorlás pártiak. Itt most létrejött Magyar Országon egy bevándorláspárti nagy koalíció. A Jobbik elnök helyettese például arról beszélt a saját beszédében, hogy elkezdte támadni a kerítést, amely védi Magyarország határait, elkezdett arról beszélni, hogy akik kerítéssel megvédenék az európai civilizációt, azok demagógok és populisták, mi a mi hazánk mozgalomban változatlanul azt valljuk, hogy a józanésznek és a nemzeti érdekeknek kell érvényesülni a magyar politikában, mi ennek érdekében tesszük a dolgunkat. Képviselő úr, hogy állnak a vidéki hálózat kiépítésével? Rendkívül jól, hála Istennek, egymás után jönnek létre az újabb és újabb alapszállók, szervezeteink, rengeteg az új belépőtagunk, nyilván a Jobbikból van egy nagyon erős elvándorlás, a Jobbik Gyurcsány Ferenccel való összefogását látva nagyon sokan döntöttek úgy, hogy elhagyják a Jobbik sorait, és látható az is, hogy a pártunk az folyamatosan erősödik. Én azt látom, hogy óriási igény van arra a politikára, amit folytatunk. Gondoljon bele abba, hogy azt a videót, amit én ilyen leleplező jellegű információkból, az általán föltárt tényekből összeraktak, 2 millió 800 ezer ember megnézte Magyarországon, és rengeteg lájkot like kapott, rengeteg megosztást, tehát egy óriási tömeges igényt látok a mi hazánk mozgalom politikáját illetően Magyarországon formálódni. Biztos vagyok abban, hogy egy Európa parlamenti mandátumot már meg tudunk szerezni, bár friss párt vagyunk, de erre a politikára valós társadalmi igény van, hiszen mi azt mondjuk, hogy sem Orbán Viktorra, sem Gyurcsány Ferencre nincs szükségünk. Képviselő úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm önnek.